Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, dicsérjük a mi Urunkat és Istenünket a 464. dicséretünknek a verseiben. Az énekverset, helyünket elfoglalva énekeljük, és megkérem a gyülekezetet, hogy majd csak az Isten tisztelt végén az áldásvételre álljunk fel. Tehát helyünket elfoglalva a 464. dicséretet énekeljük verseiben. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Drága testvérek, hallgassuk Istennek igéjét János evangéliumából, az 5. résznek az első 9 versét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juhkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle.
Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Amen. Drága testvérek, egy szánalmas szintér, ahova elkalauzol bennünket János evangélista. Háttérben egy tó, medence, körülötte bénák, tehetetlen emberek, akik várják, hogy a víz felbuzogjon, felkavarodjon, és elsőként léphessen be egy-egy ember ebbe a medencébe, és aki elsőként lép be, az meggyógyul. A mennyei gyógyító közeleg a szenvedő tömeghez, akit nem várnak. Amilyen csendes volt a tó vize, olyan csendes volt ezeknek az embereknek a hitélete. Nem mozdultak, nem mentek, csak várakoztak. Akkor mozdult meg ez a nyomorult tömegsereg ott a tó mellett, hogyha az angyal odaérkezett és felkavarta ezt a vizet, akkor megmozdult az embertömeg, és aki nem tudott elsőként belépni, visszament megszokott helyére, és várt. Az Úr Jézus megjelenik ennél a medencénél, tónál, a Betesda tavánál, és megszólítja az egyik legrégebb óta, vagy talán a legrégebb óta ott fekvő beteget, aki 38 éve várja gyógyulását, és amikor megkérdezi tőle az Úr Jézus, szeretnél-e meggyógyulni, a vízben bízik továbbra is. Nincs emberem, mondja, aki besegítene menni a felkavarodó vízbe, mire odaérek, más ér be előttem. Jézus pedig azt mondja neki, kelj fel, vedd az ágyadat, menj haza. Mindez pedig szombatnapon történt. Először nézzük meg a történetben szereplőket, akik bemutatják valójában az akkori társadalmat, és azóta is a mindenkor emberét, a mi 21. századi társadalmunkat is. Ezt írja az ige. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Milyen pontosan írja le az akkori judaizmus lelki állapotát, és írja le a mai világunk lelkiségét is. Izraelnek volt törvénye, de ezt a törvényt képtelenek voltak betartani. Egy-egy ember tartott bűnbánatot, olykor a prófétai szó is felhangzott, hirdette keresztelő János a bűnbánatot, a megtérést, ment is hozzá sokaság megkeresztelkedve, de mégis a nagy sokaság megmaradt lelki nyomorúságában. Tehetetlen sokaság volt a tehetetlen béna, aki mozdulni is alig bír, képtelen arra, hogy újat keressen, és ezen az újon járjon. Beleroskadtak a júdiaisták a maguk nyomorukba, a törvényben való dicsekvésükbe. A fejezet végén említést is tesz János evangélista Mózesről, aki az Isten szövetségét két kőtáblán adta a népnek. Ha hinnétek Mózesnek, írja az evangélium itt a fejezet végén, hinnétek nekem,
mert ő én rólam írt, ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Ez a nép nem csak nyomorult nép volt, tehetetlen, hanem vak is. A vak önmagában képes botorkálni, utat keresni, teszi előre a kis vak botját, és tapogatva tud haladni. Mai világban hangokkal tud átkelni az úton, megtanul közlekedni. De aki béna, az képtelen bármit is tenni, ami előre mozdítaná az üdvösség útján. Tehát lelki értelemben, aki nyomorult, béna, az vak is. Nem tud új utakat keresni. És hogyha ez a kép nem lenne igaz a 21. század emberére, akkor a templomok tömve lennének. Az üdvösségnek útját azok keresik, akik kegyességi életet élnek, megélik egyéni és gyülekezeti közösségeikben. Hány ember él, mint ahogy voltak Betesda tavánál lévők? Hitéletük mozdulatlan, olyan, mint a víz felszíne. Időnként, ha megmozdul, a sokaság is megmoccan, de hamarosan ott folytatódik minden, mint az előtt. Senki nem várja, hogy megjelenjen Jézus, s ha meg is jelenne, nem vennénk észre. Béna és vak nemzedék vagyunk mi is. Ez a sokaság bénassága ellenére mégis kegyelemben él. Így írja az igénk. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. Nehémiás próféta könyvéből tudjuk, hogy a jeruzsálemi templomot 10 kapu ölelte körbe. Ennek az első kapuja volt a Juh kapu, az utolsó kapuja pedig a Mipkát kapu. A Juh kapu azért volt Juh kapu, mert az áldozati bárányokat ezen a kapun vitték be bemutatni az Istennek áldozatot. A Mipkát kaput pedig az utolsó, ami az ítélet kapuja volt. A Juh kapunál játszódik a történet. Azt üzeni, hogy az áldozati bárány belép. Keresztelő János mondja az Úr Jézusról, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus belép ezen a Juh kapun, és megáll a medencénél. És most nem az angyal kavarja fel a vizet, és lesz buzgó vízforrásá, hanem Jézus az, aki felkavarja a bénák és a tehetetlenek vak nézését, és a legelesettebbet kiválasztja, a 38 éve ott lévőt, és meggyógyítja. De ezzel a cselekedettel felkavarja a zsidó nép elöljáróinak a törvényben való dicsekvését, akik ezért majd meg akarják ölni. A Betesdának 5 oszlopcsarnoka van. Az 5-ös szám Bibliában a kegyelmet jelenti. Jézus az 5 kenyeret szaporítja meg. Amikor tanít bennünket imádkozni, az 5. kérés, a kenyérért való kérés. A Szent Sátor 5 oldalára írtak fel számokat, és mindig az 5 és annak többszöröseit jelenítették meg. Itt pedig a medencének 5 tornáca van, amely medence, tehát a Juh kapu mellett, a bárány mellett, ahol belép, áll, Betesda a neve, Betesda pedig azt jelenti kegyelem.
Ebben a kegyelemben van bent az ember tömeg, a lyuk kapu mellett a béna sokaság. Azaz Jézus Isten báránya mellett, amely tömeg a bárányt nem ismeri meg, nem várja, nem fedezi fel, hogy ő az a messiás, amelyet oly régóta megígért az örökkévaló Isten. Elsőként a felkavarodott vízbe lépett, az meggyógyult. Azonban ezzel párhuzamosan, akik nem tudtak belépni a vízben, és ott egy nagy tömeg áll, még rosszabbul érezték magukat, hiszen ők is szerettek volna meggyógyulni, de ők nem gyógyulhattak meg. Lehet feltenni a kérdést, Isten miért húzott el az orruk előtt oly mézes madzagot, amely még betegebbé tette a beteget? Dehogy húzott, valami teljesen mást akar nekünk e történet elmondani. A betesdai szenvedő 38 évet töltötte tónál. Éppen annyit, amennyit Isten népe vándorolt az egyiptomi rabszolgaság és szabadulás után a pusztában. Ez a vándorló nép ott a pusztában törvényt kapott, de ez a nép a törvény megszerzése után is pontosan ugyanolyan béna volt, mint azelőtt. Mint amilyenné vált az ember Ádám és Éva bűnesete után. Hiába a törvény, semmit nem változott. Kaptak törvényeket, két kőtáblán a 10 parancsolatot, Isten szövetséget kötött a népével. Ez a törvény miért is áll a nép előtt? Hogy megmutassa a maga tehetetlenségét, megmutassa az embernek nyomorult életét, és felkavarja azt a sima, felszínű vizet, hogy aki belelép, mint egy új életet kezdjen. Tehát nem azt jelenti, hogy mézes madzagot húz el Isten a szenvedő óra előtt, hanem rámutat arra, ember, lásd meg a te nyomorodat, és hogyha felkavarodik az a víz, lépj bele a törvénybe, a törvény szeretetébe, és egy új életet tudjál elkezdeni. A Betesda tavánál 38 éve sínylődő testileg és lelkileg is új életet kapott. Nem érdem szerint, nem kiváltság alapján, hanem azért, mert felvállalta a maga bénaságát. A nagy vacsoránál mit olvasunk Isten igéjében? Ezek a csonkabonkák töltik meg az ünnepi asztalt. A meghívottaknak elfoglaltságaik vannak, belevesznek a földi dolgaikba, a székük üresen marad, de mégsem maradnak üresek, mert feltöltik ezek a csonkabonkák. Drága testvérek, legyünk mi is ilyen bénák, csonkák, nyomorékok, akik Krisztus törvénye által meglátjuk a magunk nyomorát, de lelke által megelevenít bennünket, és meghívásának eleget tehetünk. Nem azért, mert mi magunk oly erősek lennénk a hitben, hanem azért, mert hitünk Jézus szavának engedve meggyógyít. Lelke által új utat járhatunk, amelyben magunkkal visszük azt az ágyat, a nyoszóját, ami emlékeztet a magunk nyomorult voltára, de egyszer s mindenkorra emlékeztet bennünket arra is, hogy Isten megváltottai vagyunk. Ez a nyomorult ember, a 38 éve ott fekvő, elment, felvette nyoszójáját, és bizonyságot tett Jézusról.
akik bele tudunk lépni Istennek ebbe felkavarodó vizébe, hogy új életbe tudjunk belelépni, minekünk is az a következménye. És ez a 2021. év különösen is arról kell, hogy szóljon. Tudjunk bizonyságot tenni arról a Jézusról, aki a mi nyomorult életünket kegyelembe átölelte, és ebben a kegyelemben kínálja nekünk is a gyógyulást. Amennyiben belelépünk, tudjuk felvenni nyoszolyánkat, meggyógyultan tovább menni, emlékezni bűnös voltunkra, de már új utat járjunk, és ez az új út pedig legyen hálaadás, minden nap bizonyságtétel, ami megváltó Jézus Krisztusunkról. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, áldunk és magasztalunk téged, hogy közel jössz mi hozzánk, megállsz Isten báránya, a kegyelemmel körülvéve bennünket, ami nyomorult voltunknál. És ebben a nyomorúságban te adsz nekünk törvényt, adod nekünk a 10 parancsolatot, adod nekünk a Krisztus törvényét, adod nekünk a szeretetet, hogy valami új életet tudjunk kezdeni. Valami olyan újat meglássunk, amely a mi új emberünkre nem volt jellemző, de ez az új emberünk rálépett, és megtalálja a Golgotai kereszt útját, a feltámadás és az örök életnek útját, célját. Segíts bennünket, ezt a gyülekezetet is, hogy ebben a kegyelmi állapotban meg tudjunk maradni, és a mi szívünket oly végtelen hála töltse el, amelyben nincsen nap, hogy elfeledkeznénk rólad. Nincsen nap, hogy ne akarnánk hozzád esedezni, a hitünket napról napra megújítani, a szeretetet pedig megélni veled és fele barátainkkal szemben. Áld meg a mi gyülekezetünket, a kicsinyeket, nagyokat, elesetteket, betegeket. Most különösképpen eléd visszük a gyógyulásban lévő drága testvérünket az operáció után. Várjuk vissza ebbe az Isten tiszteleti közösségben. És amíg távol van, Urunk, minden percében ott légy vele. El ne hagyd őt egy pillanatra sem, hanem tudjon mindig beléd kapaszkodva tovább lépni óráról órára, amikor nehezen telnek a percek, az órák, amikor mintha állna ez az egész világ, és mégis megy előre minden, az ő élete is megy te feléd, a mi életünk is te hozzád fordulva. Urunk, légy te vigasztaló, reményt adó, gyógyító Istenünk. Urunk, a következő héten a középiskolára jelentkezők számot adnak tudásukról. Nehéz pillanat ez a fiatalok számára. Egy-két órában összegezni mindazt a tudást, amik bennük van. Ha egy kis botlás, akkor már a sikertelenség. Ha egy kis koncentrálás, már is siker lehet belőle. Urunk, légy minden diák mellett, ott majd az iskolapadoknál, a felvételinél tudják mindazt nyújtani, ami az ő tudásuk. És te tudod, hogy kivel milyen célod van, milyen útra vezérled őket. Tudják ezt a fiatalok elfogadni, megérteni és neked megköszönni. Áld meg egyházunkat, az ige hirdetés szolgálatát, áld meg a cselekedetekben való bizonyságtételeket, légy a mi magyar népünkkel,
és e világban, ahol a te békességed már kijárat, de ember szívek nem akarják befogadni, adj békét, Urunk, a mi időnkben, a földön. Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jótékonyságról és adakozásról meg ne feledkezzetek, tudván az, hogy ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Röviden a hirdetéseket hadd mondjam el. Ma délután 1 órakor Városlődön tartunk Isten tiszteletet, 4 órakor pedig a Herendi templomban keresztelővel egybekötött Isten tiszteletet tartunk. Ezen az Isten tiszteleten megkereszteljük Teke Róbert és Jinkovszki Lídia második gyermekét, Teke Zoltánt. Hirdettem a testvéreknek, hogy jövő hét szombaton este 6 órakor a Herendi Római Katolikus Közösség vár bennünket az egyetemes imahét záró alkalma lényegében. A szombatot szoktuk leginkább zárásnak tekinteni, több helyen a vasárnapon is megtartják ezt a záró alkalmat. Tehát a szombaton 23-a 18 óra egy ökumenikus együttlétre, hasonlóan, mint ahogy január 6-án a Herendi Református templomban történt, és Primász Gábor Róbert plébános úr azt mondta, hogy ha mi nálunk olyan szép volt a Kántorész Eklézijének a zenei szolgálata, akkor mutassák meg a tudásukat a Római Katolikus templomban is, így meghívta őket, és a Kántorész Eklézié egy újabb kis koncerttel fog bennünket így megörvendeztetni. Tehát kérjük a testvéreket, szervezzük meg, hogy jövő hét szombaton este 18 órára a Herendi Római Katolikus templomban először egy rövid bizonyságtétel, amelyet én magam, mint református lelkész fogok elmondani, és azután pedig a Kántorész Eklézié részfúvós együttesnek a zenei szolgálatát hallgathatjuk együtt. Tegyünk ennek a meghívásnak eleget, készüljünk és legyünk ott örömmel, hálaadással. Jövő hét vasárnap itt Szentgálon 10 órakor, Herenden 16 órakor tartunk istentiszteletet, és végezetül megköszönöm a Szentgál TV-nek a mai napon is a felvételét, mindazoknak, akik nem mertek eljönni ebben a csúszós időben, másrészt pedig koronavírusos helyzetben ide a templomba, otthon, televízión keresztül tudjanak a mi gyülekezeti közösségünknek részesei lenni. Más hirdetés nem lévén záróéneket énekeljünk, a 462. dicséretnek énekeljük az első és a harmadik versét, Csak vezess Uram végig és fog kezem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége légyen és maradjon ti véletek, most és örökkön örökké. Amen. Otthonomba jöjj el vélem, tedd imádságá életem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen. Áldás, békesség.